Arrivederci! És megérkeztünk! Barcelonába, úgyhogy jöjjön az intro! Srácok, Barcelona gyönyörű, és a hotelszobánk is gyönyörű, viszont nem ez a két dolog az, ami megfogott ebben a városban, hanem... Igen, először mi sem hittük el, de van meg is házhozszállítás, amire Magyarországon már nem is tudom hány éve várok, de itt megcsinálták, és Barcelonában tudsz rendelni McDonald's-ot nem csak házhoz, hanem hotelszobához, és konkrétan felhozták a hotelszobánkba a meg is kaját. Remélem, hogy ezt egy ideig Magyarországon nem csinálják meg, mert nagyon átmennék egy ilyen egészségtelen életmódba. Most viszont nézzük a hotelszobát. Hát nem ez életemre nagyobb hotelszobája, viszont minél kisebb, annál modernebb. Egy nagyon-nagyon jó helyen lévő, nagyon-nagyon modern hotelszobát kaptunk. Szóval, a bejárat után jobbra rögtön itt a hálószoba egy asztallal, igazából annyira nem mondanám nagynak. Igazából tényleg semmi extra, viszont mögöttem található az egyik legszebb fürdőszoba, amiben valaha voltam, és egyben a leghülyébb megoldású fürdőszoba is, ugyanis ez az ajtó itt mögöttem. Ez nem is egy igazi ajtó, hanem egy lengő ajtó, amit nem lehet becsukni, és ez rettenetesen hülye megoldás egy fürdőszobai ajtó helyett. Cserébe viszont van egy hatalmas fürdőszobánk, és nem csak egy sima zuhanyrózsa van, hanem ha meghúzom ezt itt, akkor... Hát kilátásunk az nincsen, sőt igazából reggel, amikor felkeltem és mesztelenül mentem végig itt a hotelszobába, akkor eszembe jutott, hogy azokból a hatalmas ablakokból simán belát ide bárki, úgyhogy ez nem egy jó megoldás, de kárpótoltak minket, ugyanis a... Ugyanis van egy medence a tetőnkön, ezt nézzétek! Királyok, gyertek! Gyere! Júj! Hú, tesóm! Ugye oda tart! Hát ez megbolondult! Bárhol szállunk fel drónozni, a sirályok mindig megtámadják a drónt, meg minden madár egyébként, viszont ennyire közel, mint itt, oda nézzetek, oda néz! Azt a rohadt! Na, pontosan ez az a dolog, amit soha ne csinálj egy iPhone-nal. Fent a medencébe, itt van az iPhone-om is nálam, beleesett 5 másodperce körülbelül a vízbe a telefon, kivettem és totálisan tönkrement a képernyője. A Samsungra meg bármennyi vizet engedek, bármennyi videófelvételt csinálok víz alatt, semmi baja nincsen, és hát egy 400.000 forintos telefontól ez tök őszintén felháborító. Videó töltődik, Barni készen van, mehetünk? Egyébként a hotelünk az nem csak... Egyébként nem csak a hotelszobánk szép és fent a tetőtér, hanem az egész hotel, a recepciótól kezdve végig a bárral együtt nagyon-nagyon-nagyon durván szép. Elmondani nem tudom, mennyire szeretem azt az első pillanatot, amikor megérzem ezt a jó kis tengeri sós levegőt. Most viszont jön egy picit más téma, igazából az a téma, ami miatt eljöttünk Olaszországba és Barcelonába, ami nem más, mint a foci VB. Olaszországban ugye az olaszok nem jutottak ki a foci VB-re, és ezt ott érzékeltük is, mert egyáltalán nem készültek rá, nem voltak kivetítők, nem volt kiplakátolva, nem volt semmi olyan feeling, mint hogyha
foci VB-re egy-két napon belül. Itt viszont Barcelonában ez teljesen más. Itt mindenki totális nagy lázba van, rengeteg plakát, taxikba reklámok, tényleg mindenhol csak a foci VB-t látod, és rengeteg helyre be tudsz ülni, és nézni kivetítőn a foci VB-t. Szóval azért érzékelhető a két ország közül, hogy melyik ország jutott ki a VB-re, és melyik ország nem jutott ki a VB-re. És akkor jön a személyes vélemény, megmondom őszintén, hogy én soha nem voltam egy foci rajongó, soha nem néztem focit, soha nem. Fociztam még általános iskolába, de soha nem voltam egy ilyen igazi foci rajongó. Addig a pillanatig, amíg nem kezdtem el fifázni a barátaimmal, és hát nem mondom, hogy megszerettem a focit, viszont nagyjából már nyomon követem, és végig tudok nézni egy meccset, és most kifejezetten várom a VB-t. Hát kedvenc csapatom nem tudom, hogy van-e, nem tudom, hogy kit neveznék meg, hogyha meg kellene valakit nagyon, mármint hogy országot, bocsi, akkor valószínűleg Brazíliát mondanám, hogyha fifázunk és országokkal kell lenni, akkor Brazíliával szoktam lenni. Úgyhogy ha valakinek drukkolni kell, akkor én nekik drukkolok, viszont írjátok meg kommentbe, hogy ti kinek drukkoltok, mert nagyon kíváncsi vagyok rá, illetve hogy szerintetek ki fogja megnyerni a VB-t, valószínűleg az, akinek drukkoltok, azt fogjátok írni. Tehát hogy mik a reális esélyek, hogy szerintetek ki fogja megnyerni a VB-t, tehát nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá. És miközben ezt elmondtam, közben tőlem jobbra, nektek balra, itt egy bácsi, aki hát lógatja a farkát a fejembe. És nagyon idegesít, nem tudom, Barcelonába. Róla beszéltem egyébként teljesen mesztelen, és nem tudom, itt a Barcelonába, itt a parton, ez divat, hogy így mesztelenül mászkálnak, mert nem ő az egyetlen, aki mesztelenül van, és undorító. És akkor, hogy az előző vlogban ígértem nektek, elmondom röviden és tömören, hogy ez a három karkötő, ami most már négy karkötő, miért van a kezemen. Szóval van egy kék, aminek sok története nincsen, igazából ez volt az első karkötőm, amit azért vettem, mert idegesített, hogy üres a bal kezem. Van egy ilyen nagy gyöngy, ami most szét fog szakadni, ez. Ezt igazából anyukámtól kaptam, aki hisz ebben a szerencsét hoz a karkötő, meg pénzt hoz a karkötő dologban, és nem tudom, hogy ez, vagy ez a karkötő hozza a szerencsét, az egyik szerencsét hoz, a másik pénzt hoz, úgyhogy ezért vannak rajtam. És ez a háromhoz ért hozzá, ez amit itt vettem Rómába. És akkor még egy dolog, a Brown küldött nekem egy elektromos borotvát, aminek kifejezetten megörültem, amikor megtudtam, hogy ezt a borotvát küldik nekem, ugyanis viccen kívül kb. Fél éve ugyanezt az elektromos borotvát használom, úgyhogy tök őszintén lehetem mondani a véleményem róla. Szóval én sokkal jobban szeretem ezt az elektromos borotvát, mint hogyha sima borotvát használnék. Először is utálom, hogy ha teljesen neke borotvány az arcszörzetem. Itt pedig ugye be tudod állítani, hogy hány milliméterről legyen a szakállad. Ezen kívül pedig utálom azt, hogy a rendes borotvával borotválkozok, akkor utána ilyen tiszta irritált lesz a bőröm, amilyen pattanásos, ilyen piros kis kiütéses lesz, és ezt nagyon-nagyon nem szeretem. Viszket, szóval én végképp utálom. Ezzel ugye ilyen nincsen. Nagyon egyszerű használni, sokkal gyorsabb ezt használni, mint a borotvát használnál, ezen kívül pedig az aksia, amit kiemelnék nagyon. Oké, nem kell minden nap megborotválkoznom, viszont amióta megvettem, kb. Fél éve, azóta nekem egyszer sem kellett feltölteni, úgyhogy az aksia az nagyon-nagyon-nagyon jól bírja. És nem mondtam el a legnagyobb előnyét ennek a elektromos borotvának. Ez nem olyan, hogy az iPhone X nem fogja egy cseppisztől tönkre menni, hanem ez teljesen vitálló. Még egy fontos dolog, hogy ha ilyen borotvát vesztek, akkor egy hónapig ingyen hozzáférés kaptok az EA játékokhoz. Barni, hogy tetszett a barcelonai utunk, illetve az olasz és barcelóniai utunk? Jó volt, csak kár, hogy te is itt voltál. Na, komolyan. Jó volt a kedvenc van? Jó van. Nektek nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem ma is. Ne felejtsétek el feliratkozni, ne felejtsétek el megnyomni a csengőt, ne felejtsétek el bekövetni Instagramon, ez nagyon fontos. És hamarosan megint egy különleges helyről találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Sziasztok!